Migráns szállót rendeztek be egy berlini luxus hotelben. Az épületben szíreket, afgánokat és törököket szállásoltak el. A környékbeliek felháborodtak. A szomszédok betörés kísérletre bicikli lopásra panaszkodnak. A migrációs helyzet Európa szerte romlik, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az m 1 arról beszélt, változást az hozhatna, ha megváltozna az Európai Parlament összetétele a jövő évi választások után. Berlin leghíresebb bevásárló utcájától néhány sarokra található ez a népszerű szálloda. Az épület jól karban karbantartotta, berendezések drágák és modernek. 72 szoba és 8 lakosztály található benne, jelenleg azonban mégsem foglalható egy sem. A hotelben korábban olyan vendégek szálltak meg, akik a karácsony töltötték Berlinben, vagy a Berlinárira érkeztek a német fővárosba. Most azonban már migránsok laknak itt, Szíriából, Afganisztánból és Törökországból 166 bevándorlót szállásoltak el a hotelben. A portálon nemrég megjelent egy piros betűs felirat, a foglalás nem lehetséges. A szállodát ugyanis a luxushotelt migráns szállóvá alakították legalábbis egy időre. A környéken élőket felháborítja az eset, azt mondják, mióta a bevándorlók megérkeztek a környékre, rendszeressé váltak a lopások és a betörések. Hét éve lakom itt, amióta migránsok beköltöztek, eltűnt a biciklim, mindent ellopnak, ide a butikba megpróbáltak betörni, de nálunk a bejárati ajtót is fel akarták feszíteni. Nem lehet, hogy a mi pénzünkből, az adófizetők pénzéből finanszírozzák őket, 3,6 milliót költenek rájuk, mondta egy nő felháborodva. Sokakat dühít az is, hogy a szobákat a német migrációs hivatal fizeti. A bevándorlókra naponta 56 eurót költenek, ami átszámítva több mint 21 ezer forintot jelent. Az M1 szerette volna megmutatni, milyen körülmények között tölthetik a napjaikat a szállodában a migránsok, erre azonban nem kaptunk lehetőséget. A német migrációs hivatal adásunkig még csak nem is válaszolt a megkeresésünkre. Dolguk valószínűleg van bőven, hiszen Németországba folyamatosan érkeznek újabb és újabb migránsok, a kapacitások megteltek, a hatóságoknak már új lehetőségeket kell keresniük a bevándorlók elszállásolására. Közben Európa szerte romlik a helyzet. Lengyelország például közölte január 2-ig meghosszabbítja az átmenetileg visszaállított határellenőrzést a szlovák határon. Finnország pedig teljesen lezárta Oroszországgal közös határát, hogy megfékezze az illegális bevándorlást. De Olaszország is küzd az illegális bevándorlókkal. Lampedusa most is folyamatosan kötnek ki a migránsokkal teli hajók. A befogadó tábor túl zsúfolt, a problémára évek óta nincs megoldás. 174 ezer határsértőt fogtunk el az idei év eddigi szakaszába, és ezernél több embercsempészt. A korábbi évekhez viszonyítva Magyarország határaihoz is több bevándorló érkezik. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György azt mondta, a helyzet biztonsági szempontból is folyamatosan romlik Európában. Most már ott vagyunk Európában, hogy nincs olyan nap hogy ne kövessenek el terrorcselekményt, annak kísérletét, vagy ne akadályozzák meg a titkosszolgálatok az elindítását a terrorcselekménynek. Tehát ezek a körülmények úgy látom, hogy a legkisebb mértékben sem zavarják azokat a e, e, aparátusi embereket, akik előkészítik ezeket a migrációra vonatkozó elgondolásokat. Bakondi György hozzátette, bízik abban, hogy az a helyzet, ami a migráció körül kialakult, elérte a lakosság politikai tűrőképességét, így az európai parlamenti választásokon fordulat következhet be jövő júniusban.